Amikor napjainkba feltűzzük a nemzeti színű kokárdát, akkor azt büszkeséggel tesszük. Nem magunkra vagyunk büszkék, hanem magyarságunkra, hazaszeretetünkre és azokra az őseinkre, akik szembe mertek szállni az elnyomó rendszerrel, akkor és ott, abban a reménytelennek tűnő helyzetben. Nemzeti színű kokárda, nemzeti lobogó, székelyzászló, városzászló, városháza felirat, rengeteg perirat, ügyvédi és bírói fogások, vesztett tárgyalások, nemzeti jelképeink tiltása. Mindez történik most, 2017-ben, és ismét szembe kell szállni egy rendszerrel, most és itt, egy újra reménytelennek tűnő helyzetben. Március 15 ebből a helyzetből való kivezető utat mutatja meg nekünk, ezért is szeretjük. Legyen béke, szabadság és egyetértés, kiáltották ki 1848. március 15-én. Ezt akarjuk ma is, de úgy, hogy az alkotmányt betartva élhessünk anyanyelvi jogainkkal, ne zaklassák magyar nyelvű oktatási intézményeinket, választott elöljáróinkat, szabadon használhassuk nemzeti szimbólumainkat és jelképeinket. Legyen béke, szabadság és egyetértés, de úgy, hogy a székely magyar ember ne érezze magát másodrangú polgárnak szülőföldjén, hogy szerethesse ünnepeit, szerethesse fele barátait. Adja Isten, hogy szerethessük a jövőben még jobban ezt az ünnepet, hogy még jobban szerethessük március 15-ét, mert az igaz ügyért vívott mai küzdelemben példát statuál, utat mutat mindannyiunknak. Köszönöm, hogy meghallgattak. A szabadság nem perzsavásár, nem a te árult, millió kincse az, mint a remény, napsugár tavasz, mint a virág, mely duskelhét kitárva, rájönt illatát az egész világra, hogy abból mindenkinek jusson, minden személynek ugyanannyi jusson. Míg több jut egynek, másnak kevesebb, nincs még szabadság, éget még a seb. A vér áztatta földből most szépen kikelt, ápolt, gondozd, vigyázz rá, és ünnepelt. A szabadságot és jólétet nem adják ingyen, és nem egy hamar. Nem vághatjuk rá csípőből, hogy nem politizálunk, mert a létünkről van szó. Mi van most? A bukaresti hatalom minden egyes adandó alkalmat kihasznál arra, hogy bebizonyítsa, hogy azt szolgálja a létet ezen a tájon, ha minél távolabb kerülünk döntéseik hatásaitól. Lépten nyomon belénk rúgnak, mikor éppen hozzá nem értésüket, vagy tehetségük hiányát próbálják palástolni. Nem beszélve arról, hogy közel 100 éve rendületlenül dolgoznak azon, hogy eltűnjenek a székelyek erről a tájról. Elvették egyetemeink, most már iskoláinkat is el akarják venni. Ki a jó hazafi? Így is kérdezhetnénk, hogy rabok legyünk, vagy szabadok? Hogyan cselekedjünk, és miképpen viszonyuljunk az aktuális hatalomhoz, felsőbbséghez, hogy jövendőnk szabad legyen, és sorsunk változzon. Thank you.